550 millió forintos uniós forrásból újult meg a Varó utcai bölcsőde karcagon. A munkálatokkal a szerződésben foglaltaknál hamarabb végzett volna a kivitelező, így a négyről hat csoportosra bővített intézményt jövő március helyett már októberben birtokba vehették volna a gyerekek. Csak hogy mindezt beárnyékolta egy sajnálatos történés, mégpedig az, hogy ismeretlen tettes tettesek megrongálták az épület fűtésrendszerét olyan kár okozás történt az épületben, amely bár lehet, hogy néhány héttel ezelőtt történt, de igazából most mutatkozott meg. Ugye elérkezett abba a fázisában a kivitelezés, amikor a műszaki próbákat el kell végezni, tehát a fűtés rendszert beüzemelni, elvégezni azokat az elektromos, villamos, gáz és kazánt érintő, napelemet érintő beruházásokat és eközben derült az ki, hogy a fűtésrendszert olyan szinten rongálták meg, ami egyenlőre felmérhetetlen. A burkolat alatt, a falburkolatok alatt olyan lyukakat véstek ezekbe a vezetékekbe, amelyek egyenlőre kiszámíthatatlanok, hogy hol jelentkeznek. Tehát várható az, hogy át kell nézni a bölcsödei épület teljes fűtésrendszerét az összes falburkolat és padlóburkolat alatt, hiszen egyrészt így nem lehet használatba venni, másrészt pedig hát nyilván olyan problémák jöhetnek ki, ki, amely a későbbi használat során teszik lehetetlenné magát az épületnek a használatát. Egyelőre nem tudjuk azt, hogy mi történt, igazából azt sem, hogy mikor történhetett ez az akció. Minden esetre én azt gondolom, hogy felháborító, hiszen nem csak a kivitelezővel, nem csak a várossal, hanem azokkal a bölcsödés gyerekekkel szúrtak ki, akik idéglenesen akik vannak elhelyezve most más épületekbe, elsősorban működő óvodai épületekbe, és alig várják azt, hogy visszaköltözzenek. Természetesen azok a szülők is, akik az új csoportba szerették volna hozni gyermekeiket, most tovább kell, hogy várjanak, hiszen nem tudjuk, hogy, hogy mennyi idő és elsősorban mennyi költséget jelent ez majd számunkra. Szepesi Tibor elmondta, rendőrségi feljelentést tettek az ügyben, amit a karcagi rendőrkapitányság vizsgál. Természetesen a rendőrségi feljelentést megtettük, a vizsgálat folyik. Én bízom abban, hogy, hogy kiderül az, hogy ki volt a tettes, és hogy miért okozta ezt a kárt. Én arra kérnék mindenkit, elsősorban a bölcsödés, gyermekeket, szülőket, hogy egy pici megértéssel legyenek. A kivitelező azt ígérte, hogy ennek ellenére megpróbálja tartani azt a határidőt, amit vállalt. És hát természetesen arra kérünk mindenkit, hogy aki bármilyen felvilágosítással, segítséggel tud lenni ez ebben a, ebben a gyalázatos tetben, az próbálja segíteni a rendőrség munkáját. Hozzátette, a kivitelező a váratlan nehézségek ellenére is megpróbálja tartani az októberi határidőt. Továbbá azt kért a lakosoktól, hogy aki bármiféle érdemi információval rendelkezik, az segítse a rendőrség munkáját.